A szerelem hídja, így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Ariana számára. Kedves Ariana, köszöntelek téged, ez a te videód, és te szeretnéd tudni, hogy ő hogyan áll hozzád. Marad ez így barátilag, vagy ebből kialakulhat egy párkapcsolat? Ezt nézzük meg ennél a jóslásnál. Téged most ez a kártya szimbolizál. Ez a hölgy, mint egy királynő, uralkodik a levegő eleme felett. És pontosan erre van szükséged. Ez a könnyűséget szimbolizálja. Azt is, hogy szabadítsd meg magad azoktól a gondolatoktól és érzelmektől, ami téged nyomaszt és fogva tart. A levegő eleme szimbolizálja a kommunikációt is, tehát nem kell, hogy te most visszahúzódj, hanem maradj kedves, vicces, és keresd mindig a kapcsolatot, a beszélgetéseket, de nem komoly dolgokról, inkább viccesen maradj ennél a könnyűségnél. Az ő jelenlegi helyzetét ez a kártya mutatja. Itt a kelyhek vannak, a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. Neki vannak érzései veled kapcsolatban, viszont neki először le kell zárni a múltat. Itt van 5 kehely. Ebből az 5 kehelyből 3 össze van törve, és itt folyik valami, ami a könnyeket szimbolizálja, és a múltját, egy szomorú múltat. Az lehet a gyermekkora, az lehet a volt kapcsolata is, vagy mindkettő. Jelen pillanatban megáll, és nem tesz lépéseket, inkább úgy belülre néz, és elgondolkozik azon, hogyan tovább. A jövőt ez a 2 kehely mutatja, és ez a 2 kehely ott áll mellette, nincs összetörve, nincsenek benne könnyek, hanem ez mutatja a jövőt, a lehetőségeket. A szerelem hídja itt van kettőtök között, és mutatja a jövőt. Ez a kehely itt az érzelmekre vonatkozik. És ez, ami összeköt benneteket, a te érzéseidet és az ő érzéseit. Hogyan tovább? Mi következik a következő hetekben, hónapokban? Azt láthatjuk itt a kártyáknál, ezek a te képeid itt. Azt is jelentheti, hogy hogy viszonyulj hozzá. Először is itt látható, hogy be van kötve a szemed, minden így körül fog, és úgy érzed, hogy nem tudsz tenni. Meg van kötve a kezed, és nem látod azt, hogy mi következik. Viszont a következő kártya mutatja azt, hogy így átnyújtjátok ezt a kehelyt, ami itt látható is, és az a szerelemre utal. Tehát neked vannak érzései vele kapcsolatban, és neki is vannak érzései. És ő átnyújtja neked ezt a kelyhet. Ami itt nagyon szép, ez a mérleg. Ez mutatja a te belső egyensúlyodat.
Nem a jelen pillanatban, de ez fog következni. Mert itt lesz egy szerelmi vallomás. Ezáltal átjutsz ebbe a könnyűségbe, ebbe az egyensúlyba, ami a belső egyensúlyodat mutatja. Ez a toll itt a mérlegen, az nagyon könnyű, és a másik oldalon a te lelked van megmérve, és ez utal ezekre a kiegyensúlyozottságokra. És ez itt a varázs, a te varázslatos erőd. És most megtekintjük azt, hogy mi lesz nála, vagy hogy fog viszonyulni hozzád. Az első kép azt jelenti, hogy ő nem tud aludni, fáj a feje, nem érzi jól magát. Miért? Mert nagyon sokat gondol rád, és nem tudja, hogy alakuljon a jövő kettőtök között. A második kép egy szerelmes pár, és ez egy isteni segítség, amit ő tud. De még itt kell, hogy valamit tanuljatok. Az is lehet, hogy kettőtök között egy kármikus kapcsolat van. És hogy hova vezet mindez, ezt ő még nem tudja. Viszont hagyni fogja, hogy itt csónakozzatok ezen a tengeren, ami az érzések tengerét szimbolizálja, a lelki világot, hiszen az érzelmek a víz elemével állnak össze. Azt az energiát, ami most kettőtök között uralkodik, azt átváltom számokra. Az ötös szám, a kettes szám és a nyolcas szám mutat neked valamit. Az ötös szám azt jelenti, hogy először le kell valamit zárni. Az lenne a négyes szám. Ha ez le van zárva, akkor van arra lehetőségetek, hogy minden egy új irányba mozogjon. Tehát ezek döntések egy új irány kettőtök között, mert ezt mutatja a kettes szám. És ez a kettes szám utal a párkapcsolatra, ami közted és közte van. A lehetőség itt megvan, új utakat nyitni. Viszont a számsor végén itt van ez a nyolcas szám, és az egy húzavonára vonatkozik. A jelentése most, hogy németül jut eszembe, hogy höhen und tiefen, magyarul azt úgy mondhatnám, hogy ilyen magas, vagy ilyen mély dolgok, és nincs meg az egyensúly, viszont ezt a nyolcas számot meg tudjuk változtatni, és így fekve másképp néz ki ez a nyolcas szám, mutat két hullámot, és ez a hullám az életutat, az élet vízét jellemzi, mégpedig azt, hogy hagyjuk az események folyását, és ne próbáljunk a hullám ellen küzdeni, hanem bízzál benne, bízzál magadban, az isteni dolgokban, és bízd meg abban, hogy az események úgy fognak alakulni, ahogy te szeretnéd. Én felteszem most a kérdést, szeret ő téged? Igen, nem, vagy csupán egy kicsit? Amennyiben az inga jobbra mozdul ki, az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Amennyiben az inga balra mozdul ki, az azt jelenti, nem, ő nem szeret téged. Ha az inga állva marad, akkor azon még olyan bizonytalan. Szeret ő téged? Az
Inga jobbra fordult el, és az annyit jelent, igen, ő szeret téged. Akkor is, ha ő ezt jelen pillanatban nem mutatja ki. Kedves Ariana, így tudtam leírni az eseményeket, ez volt a jóslásom. Köszönöm, hogy megbíztál bennem. Amennyiben van valaki, akit ez a jóslás érdekel, természetesen megrendelhetitek a Szerelem hídja, a díjam 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!